új kampánnyal toboroz véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Ennek részleteiről is beszámolunk mai adásunkban, előbb azonban lássuk, mi mással foglalkozunk még. Köszöntöm Önöket! Semmelweis nap, idén is elismerték az egészségügyi dolgozók munkáját. Megújult a Bakta Lóránd házi fegyverszálloda, új szobák, konferenciaterem, modernebb konyha. Mondj igent az életre, adj vért, híres sportolókkal kampány keretében népszerűsítik a véradást. A Semmelweis nap alkalmából adtak át kitüntetéseket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház dolgozóinak. Az ápolók és orvosok díjátadóján elhangzott, az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye nem működhetne ilyen magas színvonalon az ott dolgozók elhivatottsága nélkül, amelyet a mostani koronavírus járvány időszakában is bizonyítottak. Egy perces néma fülhajtással emlékeztek meg dr. Ceglédi Gábor humánpolitikai igazgatóról az idei Semmelweis napi ünnepségen a Nyíregyházi József András kórházban. Ezt követően a minden évben megrendezett eseményen azokat a dolgozókat jutalmazták, akik különösen sok és különösen értékes munkát végeztek az egészségügyben. Egy vallomásra tartozok önöknek. Körülbelül 10 nappal ezelőtt még nem tudtuk, hogy meg tudjuk rendezni ezt a mai napot, ezt a rendezvényt. Te szeret tudni, hogy ugye milyen drámai percek, drámai napok, drámai hónapok után vagyunk, és nem voltunk benne biztosak, hogy a körülményeket tudjuk-e biztosítani. Mai nap a Semmelweis nap tulajdonképpen az egészségügyi dolgozóknak a világnapja, és a magyar egészségügyi dolgozóknak a napja. Ezen a napon az egészségügyi intézményben azon dolgozókat jutalmazzuk meg, akik különlegesen, hát sok munkát és különlegesen értékes munkát végeztek. Most ez a mai nap azért is különleges, hisz nem a megyeházán vagyunk, hanem itt az intézményen belül, hisz egy járvány lecsengésének a végén járunk, még azért nem mondom, hogy teljesen a végén, mert még ez nem csengett le. És hát azokat a dolgozókat jutalmazzuk most, akik különösképpen úgymond oda tették magukat, és nagyon sokat tettek most az elmúlt hónapokban az intézmény életébe. Nagyon nehéz munkán vannak túl, nagyon sokat dolgozott mindenki egyébként, nem csak a most kitüntetettek, hanem egyébként is az egész intézményrendszer vidéki telephelyénken lévő kollégákat is, kolléganőket, kollégákat is beleértve. Tehát azt gondolom, hogy egy példamutató összefogás eredménye az, hogy ezt az eredményt itt meg tudtuk a kórházunkba valósítani, hisz az büszkén mondhatom, hogy itt a kórházunkban kijelölt járványkórház voltunk a legfőbb időszakban. Hála Istennek halálozás nem történt. Úgyhogy ez az itt lévő embereknek, orvosok, ápolók, háttérszolgáltatásban lévők, akik a védőeszközöket biztosították, minden azoknak a munkáját mutatja, és annak az értékét is mutatja. Hányan vannak a ma kitüntetettek, és milyen elismerésben részesülnek? 31-en vannak, és nettó 60 ezer forintot összeget tudunk ezeknek a díjazottaknak, már a számlájukra is került tulajdonképpen. Hát ez nem egy óriási nagy összeg, tudja az ember, de azt gondolom, hogy csak egy odafigyelés, és csak egy olyan, hogy mondjam, gesztus a részükről és a részünkről, tehát a intézményvezetése részéről fejet hajtunk, és megköszönjük a munkájukat. A korábbi években gyakorlat volt, hogy ilyenkor kinevezések is történtek, ez így van idén is? Most ebbe az évben nem, pontosan a Covid-járvány miatt, ugye most egy különleges esztendőt élünk, pontosan emiatt egy későbbi időpontra halasztottuk, nem tudtuk pontosan, hogy egyáltalán meg tudjuk rendezni. Kérdés volt még körülbelül egy héttel, 10 nappal ezelőtt is vajuttunk, hogy most akkor megmerjük rendezni, nem merjük megrendezni. Most a járványügyi helyzet úgy alakult, hogy egy megfelelő, hát hogy odafigyeléssel itt az intézmény területén meg tudjuk ezt valósítani. Nem akartunk most egyszerre több embert, akár 100 embert ide, 100 kitüntetett ide hívni. Az ősz folyamán szándékozunk majd egy külön rendezvény kapcsán. Valószínűleg, hogy ősz, december, november vége, december elején József András születésnapján szeretnénk majd a kinevezéseket, tehát az agyunktus és a fővárosi kinevezéseket megünnepelni, és átadni azoknak a kollégáknak, kolléganőknek, akik ezt megérdemlik, és hogy mondjam, eljutnak erre a szintre. Egyébként hányan dolgoznak az intézménykomplexumban, azt lehet tudni? Az intézmény, teljes intézményrendszerben közel 5000-en. Tehát 5000, ugye itt 5
különböző kórházi telephely, tehát 5 különböző városban helyezkedik el. Ez az ország legnagyobb ilyen integrált intézménye, és hát, hogy mondjam, mi egy olyan hát, munkát végzünk itt el, amikor teljes háttérszolgáltatást gyakorlatilag itt az intézményben egységesen zajlik, tehát ez egy példaértékű integrált intézmény. A főigazgató hozzátette, az erkölcsi elismerés minden dolgozónak jár, hiszen minden dolgozó munkáját dicséri az elmúlt időszak sikeressége. Dr. Valent Mihálynak nem ez az első kitüntetése, amelyet a Mátészalkai Kórház sürgősségi osztályának főorvosaként kap. 2016-ban kaptam így először a Mátészalkai Sürgősségi Osztály létrehozás helyetten ottani működésért, illetve hát most a pandémia során ugye a kórházban történt védekező munkák szervezésére, de hát ez tulajdonképpen szerencsére nem kellett érvényesíteni, mert nem volt akkora járvány, mint amire számítottunk. Mégis mekkora előkészületet vagy rutinváltást jelentett ez az elmúlt helyzet? 1998-ban csináltuk meg, még a Pikó Károly főorvos úrral ennek a kórháznak, a Jósanás kórháznak a katasztrófaorvostani tervén. Teljes nagy váltás, hiszen teljesen más alapelvek érvényesülnek, és itt is most arról volt szó, hogy tömegek ellátására kell berendezkedünk, nem az egyén életének a megmentése cél, tehát katasztrófaorvostan. Ezek teljesen más szemléletet képviselt, és erre kellett felkészülnünk, de szerencsére csak felkészülni, és nem kellett alkalmaznunk. Nem csak az orvosokat és az ápolókat, de a háttérmunkát végzőket is nehéz feladatok elé állította a koronavírus világjárvány. Busáné Csatlós Eszternek élelmezési osztályvezetőként kellett helytállnia a járvány idején. Mit jelent az ön számára ez az elismerés? Az én számomra ez az én munkámnak a lezárását jelenti. Én 78 óta dolgozom a kórházba, először terápiás dietetikusként kezdtem, és 83-tól élelmezési osztályvezető. 13 óta hozzám tartozik az egész Szabolcs-megyei kórház élelmezési rendszerének irányítása. Próbáljuk igénybe, megfigyelembe venni a korszerű táplálkozást, illetve megfelelően alkalmazni a 37/14-es rendeletet, illetve az előírásoknak megfelelően próbálunk működni. Én úgy gondolom, hogy én nagyon megköszönöm az intézet vezetésének, hogy gondolt rám, mivel ez évben én befejezem tevékenységem, és ez én számomra egy nagyon szép lezárása a munkámnak. Beszéljünk meg egy pár mondatot arra, hogy itt a lezárás előtt azért volt egy viszonylag nehézkes helyzet. Ezt hogyan sikerült önöknek megoldaniuk? Próbáltunk a napi helyzethez alkalmazkodni. Élelmezési tevékenységünket úgy szerveztük, hogy átfertőződés nehogy legyen egyik osztályról a másikra. Bevezettük az egyszer használatos edényzetet, ahol már a gyanúja is felverült a fertőzésnek, oda eldobható, veszélyes hulladékba kerülő edényzetbe küldtük az ételt, tehát dolgozóim nagyon-nagyon helytálltak, mindenki kivette a részét, nem volt távol lévő dolgozónk. Reggel 6 órától délután 1:30-ig mind a betegeknek, mind az alkalmazottaknak biztosítottuk a teljes körű ellátást. A Magyar Egészségügy Napja 1992 óta minden év július 1-én megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban ezen a napon Budán született Semmelweis Ignác magyar orvos, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. A kisfaludi szálláshelyfejlesztő program segítségével újult meg, és a megváltozott vendégigényekhez igazodik a Fenyves Szálloda és Konferencia Központ Baktalórendházán. Immár 32 szobával, 100 fő befogadására alkalmas konferenciateremmel, vadonatúj dizájnnal, még modernebb technológiájú konyhával, de változatlan minőséggel várja a vendégeket.
Így néz ki a megújult Fenyves szálloda és konferencia központ. A hotel a Kisfaludi Szálláshely fejlesztő program keretében összesen 404 millió forintból 235 millió forintos állami támogatás segítségével modernizálódott. Minden idők legnagyobb turisztikai fejlesztéseket összefoglaló Ernyő programjának köszönhetően most már 4 csillag superior várja a turistákat. Nagyon sokat beszélgettünk és gondolkodtunk arról, hogy hogy lehetne ennek a nagyon nagy hagyományokkal bíró Fenyves, amely 1963-tól folyamatosan fejlődik, és el lehet mondani, hogy a 80-as évek gasztronómiai fellegvárja volt, nagyon nagy vendégszeretettel, rengeteg vendégszámmal. Azt lehet mondani, hogy itt a majálisok, az augusztus 20-ák úgy teltek el, hogy ilyen napi 1000 vendégszám, amely azért most is megállja a helyét bárhol Magyarországon vagy Európában, és ez csak egy picike kis étterem volt 1963-tól a 80-as évekig. Aztán voltak nagyon nagy fejlesztések 97-től 2002-ig, 2010-ben, 2016-ban, 2012-ben is volt fejlesztés, és ott a Fenyvesnek az 55. szülinapja, és akkor úgy döntött a család, hogy beadunk egy pályázatot, amely akkor lett meghirdetve, a Kisfaludi Szálláshely fejlesztős pályázat. Mi ezt a pályázatot beadtuk, első körben ezt elutasították, megfelebbeztük, és a megfelebbezés után 100% támogatással élvezte magát a projekt támogatását a ház, és így el lehet mondani, hogy egy 404 millió forintos beruházásból újult meg a Fenyves teljes arculat, a gépparkja, eszközparkja, 11 új szobával, új konferencia létesítményekkel, vadonatúj gépparkkal, infrastruktúrával, informatikai eszközökkel, self-checkinggel, illetve új recepcióval, lobbival, a 21. századnak megfelelő 4 csillag superior minősítésű szállodával tudott bővülni a Nyírség, tudott bővülni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és természetesen ez a pályázat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt a beruházást létre tudjuk hozni, ugyanis 70% állami támogatást kaptunk, ez 30% önerőt kellett biztosítanunk, és hát azt gondolom, hogy magáért beszél, ami a háttérben van, vagy a hátam mögött van. Nagyon-nagyon jól sikerült, reményeken felül sikerült a beruházás. Egy teljesen új arculatot kapott a Fenyves, amely most már inkább a Nyugat-Európához hasonlít, mint a kelet-európai blokkokhoz, vagy éppen egy magyar szállodához. Itt rengetegen jöttek, akik turisztikai szakemberek a mai nap folyamán, és mindenkinek volt egy hasonlata, hogy mihez hasonlít. És valóban a nagy luxus szállodákhoz hasonlították a Fenyvest, amely az én olvasatomban még mindig az 1997-es állapot, én még mindig azzal álmodom, amikor bejöttünk reggel 6-kor, felsepertük a parkolót, feltakarítottuk az éttermet, és kinyitottunk a vendégek legnagyobb megelégedésére. És azt szoktuk mondani, a kolléganőm is ugyanezt mondta itt a beszédeknek az elején, hogy sok minden változott, de egyetlen egy maradt a minőség, amely valóban családbarát, valóban élményekre van hangolva, és a 21. századnak a modernsége a magyar hagyományos vendégszeretettel van ötvözve. Rengeteget dolgoztunk, hogyha minden meg van tervezve, és tudjuk, hogy az utolsó szeg is hova kell ül, és hova lesz beütve, az utolsó csavart is tudjuk, hogy mikor kell meghúzni, és milyen időintervallumba, és valóban egy 3 éves tervezési folyamat előzte meg a beruházást. Azt nem mondom, hogy jókor jött ez a vírusos időszak, mert ez soha nem jön jól, a gazdasági érdekeket soha nem írhatja felül az egészség, de mégiscsak kihasználtuk ezt a pandémiás időszakot, amikor egyébként sem volt vendég, és hipergyorsasággal 2,5-3 hónap alatt sikerült felépíteni szinte a nulláról egy épületet, és valóban csak a 4 fal maradt, semmi más. Megnyitó beszédem elmondtam, hogy édesanyám mikor meglátta azt a termet, ahol sok házasságot kötöttek, ahol rengeteg boldogító igennek és szerelmes csóknak lehettünk tanulja. Abból egy konferenciatermet sikerült, illetve a vadászteremből több új szobát hozzáadni a házhoz, így már 32 szobával tudunk büszkélkedni. Tehát ő meglátta ezt, hogy szerte foszlik az, amit együtt közösen kiálmodtunk és megalkottunk, akkor azt lehetett mondani, hogy valóban hosszú lesz majd még ennek a befejezése, de bíztam a csapatban, bíztam a saját kollégáimban, és átszervezésekkel, saját erőforrással, a kivitelezőknek a humán forrásával egy nagyon-nagyon jó beruházást tudhatunk magunkénak. Az elmúlt 2 hét az azzal telt, hogy próbaüzemet
csináltunk a megújult fenyvesnek. Sok mindent nem kellett pótolnunk, de hát az igazi fekete leves az majd most, amikor vendégekkel töltjük meg a házat. Nagyon jók a foglalási mutatóink. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez így marad, akkor szeptember végére, október elejére el fogjuk tudni érni azt a bázist, amelyet januárban magunk mögött hagytunk. Bizakodva várjuk a folytatást. Én úgy gondolom, hogy ha ez nem működik, akkor mi működik. És hogyha vendég van, akkor minden van, amelyet szoktam mondani. Köszönöm szépen a vendégeknek, akik eddig is bejártak hozzánk, értékelték a fejlesztési törekvéseinket. Most rajtunk a sor, mi is megpróbálunk az ő elképzeléseiknek megfelelni. A szálloda átadó ünnepségén elhangzott mind turisztikai, mind gazdasági szempontból egy jelentős beruházása nem csak a térségnek, hanem az egész megyének is, a megújult családbarát és élményekre hangolt szálloda. Azt gondolom, hogy a vállalkozásoknál, ha a családtagok összefognak, az egészen más érzéssel, egyfajta családi kohézióval van megállva, és aztán ettől fontosabb nincsen. Nagyon fontos minden gazdálkodási forma, minden vállalkozás, de a családi vállalkozás számomra a Nándor van az a legmagasabb szintű, és van néhány család még itt a környéken, ennek példáját mutatják, és azt gondolom, hogy sikeresek, hiszen az idősebb kriváltség megalapozták, a fiatal a 21. században megvalósítja azokat az álmokat, amitől ma a 21. században itt a Nyírség szívében, Baktor Loránd házán, meg egyáltalán Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az embereknek tudjunk valamit felajánlani szolgáltatásként, hiszen ma a Covid vírus után azt gondolom a legfontosabb, hogy az emberek itthon maradjanak, biztonságban legyenek Magyarországon, és a magyarországi adottságokat használjuk ki, ajánljuk ki szolgáltatásnak, itt költsék el a pénzüket. A most átadott fenyves szállod és konferenciaközpont 4 csillag plusz superior, azt gondolom, hogy ez itt egy csoda, ami környékünkön, és ehhez méltó folytatást kell tenni. Állami terület veszi körül a Nyírerdő ZRT-nek az erdeje. Én azt ígértem itt a beszédemben, hogy megpróbálom meggyőzni a Nyírerdőt, hogy engedjenek át ott egy gödröt ásni, hogy a szennyvizet el tudjuk innen vezetni, mert sajnos egyéni megoldása van, valamint a parkolója, az pedig az állami közút területe. Le kell ülnünk a közúttal is, hiszen aszfaltozni kellene, nagyon nagy gödrök vannak, az eső megáll benne. Tehát azt gondolom, hogy nekünk is, vagy nekem, mint országgyűlési képviselőnek, az állami beruházásokkal hozzá kell járnunk egy ilyen csodának a működtetéséhez, hogy a környezet az méltó legyen, és még egyszer gratulálni szeretnék nekik, és mindenkit bátorítani arra, hogy igen, vállalkozzanak, induljanak neki, ennek a megyének szüksége van a fejlődésre. Idén is kampánnyal, ismert emberekkel karöltve toboroz véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A Mondj igent az életre, adj vért című akcióhoz bárki csatlakozhat a közösségi médián keresztül. A véradó események szervezése a humanitárius szervezetre is új feladatokat hárított a járványhelyzet idején, de a biztonsági óvintézkedések betartása mellett ezt sikerült megoldania. A nyaraló szezon beindulásával pedig a Vöröskereszt idén is elindítja balatoni elsősegélynyújtó szolgálatát. Egy gyors szúrás. Sokan annyira félnek ettől a néhány másodperctől, hogy csak emiatt nem vesznek részt véradásokon. Pedig az önkéntesekre folyamatosan az év egészében nagy szükség van. Vannak ugyanakkor időszakok, amikor kimondottan jól jön a minél több donor. Ugye télen az influenza szezon szokta visszavetni a véradó kedvet, illetve az egészségi állapot akadályozza meg, hogy a véradók eljöjjenek a véradásra. A nyári időszakban pedig elsősorban a szabadságolások, az üzemeknek a leállása az, ami a nyári véradásainkat egy picit visszább szokta vetni. Ugye ilyenkor az a jellemző, hogy azok, akik rendszeres véradóink, és egyébként járnak a véradásainkra nagyon szorgalmasan, hiszen elköteleződtek a véradás ügye mellett, van egy belső indítatásuk a donoroknak, ami miatt szeretnének segíteni az embertársaikon, és ők ezt maguk is fontosnak tartják. Ilyenkor jobban elmaradnak a véradásokról, ezek miatt, az okok miatt.
illetve a nyári időszakot megnehezíti az allergia szezon, hiszen egyes allergia gyógyszerek szedése mellett a véradás nem lehetséges. Annak érdekében, hogy a nyári véradások is sikeresek legyenek, és hogy az egészségügy oldalán ne alakuljon ki vérhiány, tehát hogy azok a betegek, akiknek a gyógyulásához vérre van szükség, illetve azok a műtétek, aminek az elvégzéséhez vérre van szükség, ne maradjanak el, a gyógyulni vágyók pedig tudjanak gyógyulni, ennek a feltételei adottak legyenek. Ennek érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat is a Magyar Vöröskereszt minden nyáron egy népszerűsítő kampányt indít el. Ebben az évben a Mondj igent az életre agyvért kampányunkat indítottuk el, ami mellé neves híres sportolók álltak mellé. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindig legyen valami olyan népszerű ember, színész, sportoló, bárki, aki egyébként is példaérték lehet akár a fiatalok, akár az idősebb emberek előtt, és azzal, amit a sportéletben letesz az asztalra, amilyen eredményeket elér, hiszen tudjuk, hogy a sportolók élete az nem könnyű, ahhoz nagyon sok munka, nagyon nagy kitartás van abban, amit ők elérnek a tehetség mellett is természetesen, de a másik oldala az egy nagyon-nagyon erős elköteleződés ahhoz, hogy a véradó szervező munka sikeres legyen, hogy az ország vérellátása megoldott legyen, ugyanilyen elköteleződésre van szükség a donorok részéről is, és azzal, hogy a sportolók is a karjukat nyújtják, és megmutatják, hogy az élsportolás mellé is elfér a véradás, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és nagyon szép értékes üzenet bárki számára. A kampányhoz a közösségi oldalakon keresztül is lehet csatlakozni a profilkép módosításával. A megyei igazgató elmondása szerint nem csak a víradás jelenthet nagy segítséget, hanem annak népszerűsítése is. Sokan például nem adhatnak vért életkoruk, testsúlyuk vagy valamilyen kizáró betegségük miatt. Az elmúlt hónapokban úgymond csökkentett üzemmódban működött az egészségügy, emiatt pedig a vérigény is kisebb volt. Ezért nem okozott gondot, hogy a véradási hajlandóság is mérséklődött. A humanitárius szervezettől ugyanakkor plusz feladatok teljesítését és átszervezéseket követelt meg ez az időszak. Sikerült nagyon hamar talpra állnunk a kezdeti nehézségek után, amikor úgy hirtelen leállt az ország március 16-a után. Egy olyan 2 hétre volt szükségünk ahhoz, hogy újra gondolva el tudjuk indítani, illetve megtartani azokat a véradásokat, amik már be voltak ütemezve. Itt a nehézséget elsősorban az intézményeknek a bezárása jelentette, amit utána viszont már áprilisban újra nyitottak és rendelkezésünkre bocsátottak a települések, illetve voltak olyan üzemek, vállalkozások, akik vállalták a véradást, és ugyanúgy meg tudtuk tartani a véradásainkat, mint ahogy előtte. Az volt a szerencsénk, amiben azt gondolom, hogy nagyon sok munkát fektettek a kollégák, és a sikeresség leginkább ennek tudható be, hogy óriási donortoborzó munkát végeztek. Gyakorlatilag minden véradásra a Országos Vérellátó Szolgálat adatbázisából telefonon hívták föl a véradókat, és hívták el őket a véradásokra. Szerveztünk rendkívüli véradásokat is, új helyszíneket próbáltunk bevonni, és oda hívni el a véradókat, hogy minél inkább a vérkészlet kiegyenlített legyen, illetve hogy az, ami Szabolcs megyétől megszokott számokat tudjuk hozni. Nyilván volt egy csökkenés, most itt egészen pontosan ennek az arányát megmondani nem tudom, hiszen maradtak el véradások, illetve 2 kiszálló csapat helyett csak egy volt működésben pont emiatt, hogyha bármi történik, akkor legyenek szakemberek, akik a munkát el tudják végezni. Tehát egy pici óvatosságra intett bennünket is tulajdonképpen a járványhelyzet, viszont a helyszín biztosításával, védőfelszerelések biztosításával, kézfertőtlenítőt biztosítunk a helyszíneken, olyan helyszíneken szervezzük meg a véradást, ahol a biztonságos távolságtartás is meg tud valósulni a donorok között, jól szellőztethető helyeken történik a véradás, tehát minden olyan intézkedést meghoztunk és meghozunk, amivel a véradók védelmét és a munkatársaink védelmét is természetesen biztosítani tudjuk.
A járvány veszély enyhülésével fokozatosan indulnak újra azok az egészségügyi beavatkozások, melyekhez a vérkészítmények iránti igény növekszik. Ezért fontos, hogy a nyári időszakban is minél többen adjanak vért és éljenek a segítségnyújtás ezen formájával. Az önkéntes hősök ezt minden nap megtehetik a megye különböző pontjain, délelőtt és délutánonként is. A véradás.hu weboldalon lehet nyomon követni, hogy éppen melyik településen, vagy melyik üzemben, melyik önkormányzatnál, iskolában van megnyitva a véradóhely, ahova el tudnak menni a donorok. Arra törekszünk, hogy mindenki a lakóhelyéhez minél közelebb tudjon vért adni, hogy az utazással se kelljen törődniük a véradóknak, tehát minél inkább a lakóhelyhez közel el tudjanak menni a véradó eseményekre. És bár az időjárás nem mindig feltétlenül ezt mutatja, a naptár szerint néhány hete már javában tart a nyár. Ez pedig a Vöröskeresztnél azt is jelenti, hogy első segélynyújtós szolgálattal járul hozzá a magyar tengernél nyaralók biztonságához. Ezt évről évre nagy érdeklődés övezi. Ez egy olyan programunk, ami azt gondolom talán az egyik legnépszerűbb a fiatalok körében, aki már egyszer belekóstolt abba, hogy milyen a Balatonon szolgálatot teljesíteni. Nagyon sokszor évről évre visszajáró vendégeink vannak már az ifjúsági vöröskeresztesek körében. Azok a fiatalok mehetnek elsősegélynyújtó szolgálatot teljesíteni, akik elsősegélynyújtó vizsgával rendelkeznek. Amikor a fiatalok megérkeznek a Balatonra a 10 napos turnusokban, akkor előtte egy felkészítésen vesznek részt. Mi különös gondot fordítunk arra is, hogy a toborzásnál, amikor olyan fiatalok jelentkeznek, akik még nem voltak balatoni elsősegélynyújtó szolgálaton, akkor ne ott találkozzanak először a vöröskeresztesekkel, hanem mi már előtte itt beszoktuk őket vonni ebbe a programba. Egy felkészítésen vesznek részt, hogy minél nagyobb és minél megalapozottabb tudással érkezzenek meg a szolgálat teljesítésére. Ott is az első nap ezzel telik, hogy az ismereteket megfrissítik, egy kicsit összerázzák a csapatot, hiszen azért az, hogy ennyi fiatal ott van a Balatonon is szolgálatot teljesít, ez egyszerre egy nagyon jó móka is számukra, hiszen nagyon jól szokták magukat érezni, barátokat találnak, közösségre lelnek ebben a társaságban. Viszont egy nagyon komoly feladat, amit el kell látniuk, hiszen minden évben nagyon sok sérülést kell ellátniuk, ezek különböző félék szoktak lenni. A legegyszerűbb a rovarcsípéseknek a kezelése, a különböző zúzódásoknak, vágott sebeknek a kezelése, de nagyon sokszor éles helyzetben kell újraélesztést végezniük a fiataloknak, hiszen szinte nem telik el úgy nyári év, hogy élesben ne kellene újraéleszteniük valakit, aki rosszul lesz fürdés közben a strandolásnál. Emiatt nagyon fontos, hogy megfelelő támogatást biztosítsunk a fiataloknak. Minden este összeülnek, és akik szolgálatot teljesítenek, átbeszélik a napot, illetve ha ilyen esemény van, akkor utána igen hosszan szupervíziót kapnak a fiatalok, hogy az az élmény, amiben nekik részük van az újraélesztés kapcsán, az nyilván abszolút pozitív élmény maradjon, illetve ne okozzon bennük semmiféle törést. Tehát nagyon fontos, hogy ide azért egy nagyon komoly munkára jelentkeznek. Az idei év az egy kicsi késéssel indul el, de elindul, ennek nagyon örülünk, és egy jó hír, hogy az idén 20 strandon fognak a fiatalok vegyesen az északi és a déli parton szolgálatot teljesíteni. A mi turnusunk az július végén és augusztus elején zajlik. Általában olyan 15 fiatalt szoktunk az észak-alföldi turnusban csak Szabolcs megyéből biztosítani. Ugye az idén 40 fővel mennek majd a turnusok a 20 strand miatt. Úgy szoktuk beosztani a fiatalokat, illetve hát ezt az ifjúsági vöröskeresztesek egy nagyon profi és jól összeszokott csapat végzi ennek a koordinálását, hogy általában egy gyakorlottabb beszes mellé szokták beosztani azokat, akik először vesznek részt ebben a programban, vagy még nem olyan tapasztaltak, pont ezért, hogy akkor, amikor élesben kell sérültet ellátni, akkor azt nagyon szakszerűen, nagyon határozottan tudják végrehajtani.
ne essenek pánikba is, hogy minél nagyobb gyakorlatra tegyenek szert, hiszen tudjuk, hogy megtanuljuk az első segélynyújtó ismereteket, de hát még akkor is bárkivel előfordulhat, hogy hirtelen leblokkol, ezt mi ezzel próbáljuk kivédeni, egyrészt a nagyon alapos felkészítéssel, másrészt azzal, hogy megválogatjuk, hogy kik mehetnek első segélynyújtó szolgálatot teljesíteni, harmadrészt pedig azzal, hogy a tapasztalatcserére, a szupervízióra, illetve a mindennapos együttlétre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. A szervezet oldalán egy adománygyűjtésbe is bekapcsolódhatunk, melynek során a 2007 óta működő BEST, vagyis a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatot támogathatjuk tetszőleges összeggel. Köszönjük a figyelmet! 35 perc című műsorunkkal legközelebb jövő héten hétfőn találkozhatnak. Addig is további szép estét és kellemes televíziózást kívánunk!